Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, kedves nézőink, az elmúlt héten, a napokban két e-mailre bukkantam, ami felkeltette az érdeklődésemet, és mindkettő a Prospero színkörhöz kapcsolódik. Az egyik, hogy színpadi etüdök, körtevirágok címmel klasszikus és modern haikukra, erre invitálnak bennünket. A másik oldalról pedig, azt hiszem ez tegnapi vagy mai talán, hogy 23-ától 30-áig felvételt hirdet a színkör, tehát megmérettethet mindenki, ezt majd még megismétlem, hát ha kedvük támad rá. És akkor hát mit ad Isten, természetesen első dolgom volt, hogy Micskó Zoltánt felhívjam, hogy rendelkezésünkre állna, hiszen régen beszélgettünk a Prospero színkör munkájáról, kezdődik a színházi évad, így aztán itt vagyunk mi hárman, Zeller Péter, Micskó Zoltán és én magam. Szervusztok, örülök, hogy megtiszteltetek bennünket. Nos, hát a Prospero, ugye ismerjük Shakespeare milánói tudós hercegét, egy remek volt a névválasztás, és egészen vissza kell mennünk az időben 2000-ig, ha úgy tetszik, veletek kezdődött az évezred. Honnét jött a gondolat, hogy sikerült megvalósítani, hiszen azóta, ha úgy tetszik, én azt gondolom, hogy az amatőr és az amatőr nagyon is zárójelben színjátszás egyik apostolai vagytok itt ebben az országban. Székesfehérváron mindenképpen. Hát megtisztelő ez a titulus. Az igazság az, hogy 2000-ben, most már 19 évvel ezelőtt az én fejemből pattant ki az ötlet vagy a gondolat, tehát én szerettem volna egy olyan társulatot létrehozni, egy amatőr társulatot a városban, ami úgy éreztem, hogy nem létezett addig. És hát egy barátokat hívtam, illetve nyilvános felvételt is hirdettünk akkor, és így jött létre egy kis csapat, az akkori társulat magja, amiből aztán hát így a lassan most már 20 év során a mai Prospero kialakult. Persze a társulati tagok azok többször cserélődtek is, tehát az induló 20 évvel ezelőtti csapatból sajnos már csak én vagyok egyedül, vagy hát nem is sajnos, mert sokan megfordultak így, épp a múltkor számolgattuk, közel 70 ember fordult meg ez alatt a 20 év alatt. Tanulta meg a felelősséget tőletek. Mert hogy a színjátszás felelősség is nem önmagában csak játék, bármennyire is ott lakozik a játék a szóban. Ugye fiatalokról beszélünk, akkor 15 és 30 évesek voltatok 2000-ben. Én egy kicsit több. Te egy kicsit több, nyilván. No, a fontos kérdés, hogy mennyire volt népszerű akkor a színjátszás? Teljesültek-e azok a vágyaid, amelynek mentén életre hívtad ezt a társulatot? Hát erre nehéz röviden válaszolni. Az mindenképpen teljesült, hogy létrejött egy igazán jó, összetartó, lelkes, odaadó csapat, akik tényleg mindent megtettek a színházért és az önmagunk fejlődéséért. És ez persze nem csak azokra igaz, akikkel annak idején kezdtük, hanem ahogy így az előbb mondtam, 20 év során még nagyon sokan részt vettek ebben a munkában. Tehát úgy érzem, hogy összefoglalva sikerült, de menet közben mindig változik maga az ember is, én magam is változtam, ezek a tervek, elképzelések is folyamatosan változnak. Tehát ez egy ilyen élő, folyamatosan mozgó dolog. Nem mondanám azt, hogy akkor kitaláltam valamit, és na ez most úgy egy az egyben létrejött. Péter, te mikor kerültél be ebbe a körforgásba? Hát én egészen pontosan 2007 végén, ugyanis akkor kerültem a színkörrel amatőr filmmel kapcsolatba. Egy főiskolai csoporttársam ajánlotta a társulatot, hogy kipróbálhatnám az amatőr filmgyártást, esetleg arra képzettebb színészekkel is, mert azelőtt inkább csak így a csoporttársaimmal csináltuk. És annyira vonzó volt számomra az egész társaság, a légkör, utána ugye részt vettem próbákon is, megnéztem őket előadáson, hogy nem tartott sok idő egészen odáig, hogy végül én is csatlakoztam. Igen. 2007 egyébként egy fontos dátum, de erről majd később, hiszen ott volt az első átütő siker, a Szépernő május darabbal, az Aranydeszka Fesztiválon, mégpedig Ajkán.
az első olyan siker, ami azt hiszem, hogy fontos. De addig el kellett tennie időnek. Miként érlelődik társulattá a sok-sok tehetséges fiatal? Hogy történik ez meg az időben? Ehhez azt hiszem, a művészeti vezetőnek, rendezőnek óriási felelőssége van ebben. Van egy ciklikusság ebben a dologban, és egy kicsit itt kapcsolódhatunk mindjárt a most meghirdetett felvételhez is, mert az évek során általában úgy működtünk, hogy amikor fölvettünk aránylag sok embert, hát az amatőr létből adódóan, ugye mindenkinek egyéb kötelezettsége, munka, család is vannak, és adódik olyan helyzet, hogy ezek miatt valaki kilép a csoportból, tehát elkerül a városból, családot alapít, stb. Tehát időnként így megfogyatkozott a csapat, aztán akkor hirdettünk mindig újból felvételit, és akkor jött egy újabb generáció. Tehát nyilván vannak átfedések, de egy kicsit ilyen ciklikusság van. És egy ilyen új felvétel után, ugye az újonnan felvettekkel általában egy több hónapos alapképzést szoktunk végezni, ami tényleg szó szerint a beszédtechnikától, mozgástól kezdve, tehát az alapoktól kezdve a színpadi létezés, egy kicsit megtanítjuk azoknak, akik esetleg semmilyen előképzettséggel vagy gyakorlattal nem rendelkeznek, és utána fokozatosan kerülnek be akár a már futó produkcióba, akár egy új produkciót kezdünk velük. Tehát egy ilyen ciklikus folyamat ez. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ezeket a társulatokat helyek közel figyelemmel tudom kísérni, és látom, hogy micsoda rengeteg munka fekszik benne. És ilyenkor mindig elcsodálkozom, hiszen a köznapokon komoly munkát végeznek, nyilván mást. Tehát ehhez elhivatottság kell, szorgalom kell, tehetség kell, ami mind-mind kézenfogva jár akkor, ha valakinek teljesülnek az elvárásai. Ahogy amikor először belépett. Tehát Péter, te döntöttél, a döntés felelőssége az a tiéd volt, illetve a befogadó közegé nem különben. Teljesültek-e az elvárásaid? Mi mindent lehet megtanulni egy ilyen csapatban, csoportban, közösségben? Nekem konkrétan nem voltak nagy elvárásaim a színház és a színjátszás felé. Én előtte abszolút nem is gondoltam, hogy engem valaha meg fog ez az egész világ szólítani. Nekem elsősorban a társaság volt az, ami bevonzott. És volt egy olyan varázsa a próba folyamatoknak, a felkészülésnek, ami nem csak arról szólt, hogy észrevettem magamon, hogy én is tudom ezt csinálni, hanem arról is, hogy találkoztam önmagamban egy olyan oldallal, amit eddig nem ismertem. És ez egyre szimpatikusabbá vált, és utána jöttem rá, hogy bármit is végzek én az életbe, bármit is dolgozom, nekem mindig itt lesz ez az amatőr színjátszás, mint egy olyan fontos hobbi, amiben nem vagyok kötött, teljesen szabad lehetek, és még ha nem is, nincs is az ember abban a szerencsés helyzetben, hogy azt végzi munkaszinten, amit a hobbija is, de ez egy nagyon-nagyon fontos és hangsúlyos területe az életének. Úgyhogy ebből a szempontból túl teljesítette az elvárásokat. Ezt jól esően veszed tudomásul, amit Péter mondott? Természetesen. Ez megerősítés mindenképpen, ugye? Így van. Én is így gondolom, hogy valamiféle egy ilyen belső, hogy is fogalmazzam, egy ilyen belső biztonságot, belső erőt ad az embernek, ami aztán az életben valóban más területen. Amikor készültem én erre a beszélgetésre, akkor azt vettem górcső alá, hogy milyen színes és széles a paletta. És ez nyilvánvalóan rendező dicséri egyik oldalról, másik oldalról pedig a társulatát, hiszen ha most visszamegyünk az időben, ugye ahogy elkezdtem, hogy 2007-ben az Aranydeszkán, ahova esztendőről esztendőre eljártok, és mindig sikert arattok, ott egy Szépernő darab ment. Előző évben egy William Gibson, a Libikóka, aztán egy Müller Péter a Vihar kapujában, ez szintén abban, tehát egy esztendő alatt három nagyon is fajsúlyos darab. És utána Agatha Christie, 10 kicsi néger. Nos, tehát a kérdés adja magát, miként választasz darabot?
a társulat ismeretében, vagy pedig azért kellően exhibicionista, művészeti vezető rendező? Hát azt hiszem mind a kettő benne van. Tehát folyamatosan nagyon sok darabot olvasok, igyekszem tájékozódni, és persze, ami megragad, de én azt szeretném megvalósítani is. De a másik oldal, hogy természetesen a társulatból indul ki mindig az egész, tehát mondjuk nyilván nem lehet teszem azt Hamletet színpadra állítani, hogyha nincs egy Hamlet alkatú színész a társulatban. Tehát mind a kettő benne van a dologban. Plusz még, ami nagyon érdekes, hogy most pont ezt a három vagy négy darabot hoztad példának, az év, az egy vagy két év, tehát az időszak, az éppen egy ilyen érdekes volt abból a szempontból is, hogy nem csak én rendeztem ezeket a darabokat, amiket most éppen felsoroltál. Amúgy is törekszünk arra is, hogy ne csak én rendezek, tehát hogy ne csak az én ízlésem, stílusom, rendezői attitűdöm nyomja rá a bélyegét a társulatra. Időről időre külső rendezőt is szoktunk hívni, illetve a társulatból, ha más is érez magában erre affinitást, akkor ő is rendezhet. Tehát ezt a négy darab közül azt hiszem csak egyet rendeztem én, például kettőt egy-egy másik társulati tag, és egyet pedig egy külső meghívott rendező. Tehát nyilván a rendező személyisége azért az erősen meghatározó, de hát itt négy különböző rendezőről volt szó. Igen, itt az is kérdés, hogy milyen egy színház rendezői, szerzői, vagy kellően erős társulat esetén mindig van egy-két sztár, tehát mondom én ezt, szintén időzőjelben, akire a darab épül. Hogy van ez nálatok? Vegyes? Ezen én még sose gondolkodtam. Hát a külső hangok, tehát másoknél azt mondják, hogy létezik valami ilyen Micskó stílus, de ez nem tudom, hogy milyen, de ez így nem jó, tudnám igen. Megmondani. Tehát biztosan érezhető, hogy milyen fajta darabok azok, amik megragadnak engem, hogyan állok hozzájuk. Tehát van egy ilyen rendezői színházi jellege a dolognak, de ahogy mondom, én ezt nem tudnám megfogalmazni, kívülről hallottam ilyet. Hogy... Péter, melyik volt az a pillanat, amikor azt mondtad, hogy megérkeztem? Talán az első alkalom, amikor konkrétan úgy léptem be a színpadtérre, ahol próbálni szoktunk, hogy tudtam, hogy én tag vagyok. Mert addigra nekem már annyira megfogalmazódott bennem ez az egész elhatározás, hogy az volt az utolsó lépés szó szerint egy valódi lépéssel. Grádicsra? Hát mondhatjuk úgy is, igen. És hogy fejlődik a színház? Mennyire tetten érhető? Tehát mi látunk egy darabot, de nyilván aki benne él, és a mindennapjaival is foglalkoztatja ez a kérdés, az azért teljesen másként éli meg. Hogy lehet fejlődni? Mi minden kell hozzá a hétköznapokon, hogy egy előadás valódi ünnep lehessen? Hát rengeteg áldozat, úgymond, idő, energia, szorgalom, odaadás. Tehát az biztos, hogy amatőrök vagyunk, tehát tényleg nem ezzel keressük a kenyerünket, ahogy a Peti fogalmazott, hobbinak is nevezhető. Én nem szoktam ezt a szót használni, mert egy kicsit ilyen, nem is tudom, nem lebecsülőnek, hanem ezt vagy többnek érzem, mint hobbi. És ez pont ebben nyilvánul meg, hogy hát igen, tényleg sokat kell beletenni, sok úgymond áldozatot kell hozni, de ezt szívesen hozzuk ezeket az áldozatokat, és szívesen csináljuk, éppen azért, mert úgy érezzük, hogy sokat kapunk vissza tőle. Nem tudom ezt most okosabban megfogalmazni. De nem, jó, amit mondasz, tehát én megértem teljes egészében, hiszen ott is itt van a kettősség, itt vége láthatatlan sorban vannak a sikerek. Egyik oldalról ugye maga a darab, a rendező, a másik oldalról, hiszen itt van ott Aranydeszka Fesztivál, aztán Belgák Fesztiválja, aztán van ilyen, hogy
a Magyar Szín Játékos Szövetség által felkért szakmai zsűri, a Telesterion Színházi Műhely közösen, tehát együtt dolgoztok sok mindenkivel, és ilyenkor felmerül a kérdés, hogy az előadás az a fesztiválnak készül, vagy a közönségnek itthon? Is-is. És sem-sem. Plusz még magunknak is, mert mi is jól érezzük magunkat. Hogy épül játékban fel egy próbafolyamat? Hiszen itt mindenki dolgozik. És azt hiszem, hogy ez a legfontosabb. Ahhoz, hogy szintet érjetek el, gondolom én, ugyanolyan fontos a próbafolyamat, mint bárhol másutt, mint egy profi színházban. Sőt, sokkal inkább abban a kevés időben, amit erre tudnak szánni, vagy sok időben, akkor mindenkinek oda kell tennie magát. Ez így van. És talán az is különbség a profi színházzal szemben, hogy itt mindent magunknak kell csinálni, és ez nem feltétlenül hátrány, tehát a világítástól kezdve a díszletezés, a jelmezek, ruhák készítése, mindez benne van, tehát nem csak a színészi és szoros értelmében rendezői munkáról van szó, hanem hát igen, az ilyen technikai, meg bizonyos nem szeretem dolgokat is együtt kell csinálni, a takarítástól kezdve a rendrakásig az előadások és a próbák után. És ez egyfajta fegyelemre, ilyen alázatra is nevel bizonyos. Az alázat nagyon fontos szó, én azt gondolom, hogy enélkül semmiképpen nem megy. Viszont megerősítést is jelent, hiszen ha itt neveket sorolok fel röviden, Nagy Éva, Szabó Zoltán, Horváth Gergely, Péter Kinga, Fruzsina, akik lehet, hogy már nincsenek a csapatban, vagy a Solymosi Zoli most nemrégiben, amikor a legjobb színész kategóriában, férfi-női főszereplő kategóriában ott vannak, vagy amikor a legjobb rendezésdíját megkapja valaki, vagy a legjobb előadás, az nyilván az mindenkire vonatkozik, azért az nagyon-nagyon jó érzés, gondolom én. Hát igen, az elismerés, mind a szakmai elismerés, a fesztiválok zsűriétől, mind a közönség siker, ez mind nagyon jól esik, és mind hozzátartozik a színjátszás öröméhez. De a másik oldala pedig, amit még egyszer szeretnék hangsúlyozni, hogy tényleg a magunk örömére, fejlődésére, épülésére is csináljuk a dolgot. Érzitek a közönség szeretetét? Mindenképpen. És itt ki is hangsúlyoznám, hogy tulajdonképpen a visszajelzések azok mindig jól esőek számunkra, akár építő jellegű kritika, akár egy erősen pozitív visszajelzés. És ebből a szempontból különbséget nem nagyon tudok tenni egy díj között és egy előadás utáni nézői gratulációk között. Azt nem mondanám, hogy a díj ennél egy magasabb szinten áll, az csak írásba adja ugyanezt a véleményt, mint amit egy nézőtől kapunk előadás után. Nyilvánvaló, de egyként fontos. Milyen volt az utolsó esztendő? A tavalyi esztendőt vegyük gorcsa alá, nézzük meg, hogy mi minden történt veletek. Vissza kell idézni, nem mint olyan nagyon régen lett volna, csak hogy most konkrétan mivel is töltöttük az elmúlt évadot. Vagy mielőtt ezen gondolkodsz, beszéljünk a viharról. Ugye itt a Prosperóról szó esett, azra mindenki felkapta a fejét a viharrendezésedre, leginkább azért, mert hogy ugye nagyon sokan játszottak, és mindenki mást játszott, és ha már egyszer ugye a névadóról van szó, akkor azt hiszem, hogy az egy óriási kihívás. Idézzük meg egy kicsit, ez 2017-18. Igen, ez még az előző évad volt. Igen, hát a Prosperó és maga a vihar folyamatosan, most itt a 20 évre gondolok, a 20 év során folyamatosan így benne volt a levegőben, és időről időre szóba került közöttünk. És mindig mondogattuk, hogy na majd egyszer megcsináljuk a vihart, hogyha már a nevünket a,
főszereplőről választottuk, de egy kicsit ilyen tréfásan mondogattuk ezt mindig, úgy igazán én magam is úgy voltam vele, hogy persze, hát egyszer majd megcsináljuk, de mindig olyan kevésnek, kicsinek éreztük magunkat ehhez, hát ez tényleg egy ilyen nagyon nagy falatnak tűnt, és valahogy úgy adódott, hogy itt a 17 év után jött el az a pillanat. Nem az, hogy most már valami nagyon nagynak éreznénk magunkat, hanem úgy el tudtuk engedni ezeket a görcsöket, ezt a feszültséget, vagy hogy így féltünk a dologtól, és akkor olyan hát azt nem mondom azért, hogy könnyedén, mert dolgoztunk vele sokat, de minden, tényleg mindenféle ilyen különösebb rágörcsölés, vagy erőfeszítés, vagy rossz érzések nélkül csináltuk meg a dolgot. Na és akkor most vagyunk itt. Te hogy emlékszel rá, hogy arra akkor már... Igen, ez én néztem. Ugye nehéz levetkőzni azt az elvárást, hogyha egy társulat az adott darabból választja a nevét, akkor biztos a nézők felül is, a szakmai zsűri felül is van egy ilyen erős elvárás, hogy na, akkor ezt most nagyon oda fogják tenni. És tényleg ezt kellett elengedni ahhoz, hogy akkor igen. Zoli is azt mondja, hogy na, akkor csináljuk meg. Van az egészben egy görcsösség, amitől hát nekünk is le kellett vetkőzni. No, akkor megérkeztünk a MÁ-ba, hiszen kezdődik az évad. Milyen volt a tavalyi? Még ott tartunk. Igen. Azt próbáltam magamba fölidézni, hogy milyen bemutatónk volt a tavalyi évadban, mert hát ugye bemutatók szakaszolják így az időt, de azt hiszem, hogy csak a Körtevilágok, ugye? És azt is az évad vége felé mutattuk be, tehát így lehet mondani, hogy egy kicsit ilyen, hát nem is ez, hogy befelé forduló évadunk volt, mert azért játszottunk folyamatosan, ugye a Vihart kabaré is, a fesztiválokra is jártunk, tehát mindazokat a darabokat játszottuk, amik készen voltak, és közben a háttérben próbáltuk a Körtevirágokat, aminek a bemutatója az évad végén volt a szószoros értelmében. Ha minden igaz, akkor 3 előadásunk volt az évad végén, és most lesz. Egy fontos kérdés, amit elfelejtettem. Mennyire fontos a műfaji sokszínűség egy ilyen társulatnál? Azt hiszem, hogy fontos. Tehát, hogy a nyitottságunkat, a sokfelé való tájékozódási képességünket megőrizzük. Ez fontos, hogy sokféle stílus, sokféle darabot ismerjünk és játszunk. Tehát törekszem arra, ahogy az előbb beszéltünk, ugye sok más rendező is volt rajtam kívül, de a saját rendezéseimben is törekszem azért arra, hogy ezek különféle stílusú, különböző korszakból származó, különböző műfajú darabok legyenek. Igen, és ennek megfelelően tényleg az ókori görögöktől kezdve a kortárs magyarokig, a kabarétól a tragédiáig, a mozgásszínháztól, a vers színházig nagyon sokféle dolgot csináltunk már, és hát én szeretném azt hinni, hogy ez azért nem azt jelenti, hogy így ebbe is belekapunk, abba is belekapunk, tehát amivel elkezdünk foglalkozni, abba azért igyekszünk beleásni magunkat. Keressük a mélységeket. Kortárs vagy klasszikus, Péter? Mindegyik. Csak a saját szájézünk szerint készítjük el ezeket, ugye? Lehet mondani. A játékosság része maga a kísérletezés is. Egyértelmű. Igen. Zoli, nálad kortárs vagy klasszikus? Ez fontos kérdés. Hát én majdnem, hogy ugyanazt tudnám válaszolni, amit a Peti. Mindkettő, vagy hol lesz, hol az, tehát nincs ilyen. No, tehát akkor 23-ától 30-áig várjátok. Bocsánat, ez lehet, hogy félreérthető volt ezek szerint a kiírásban ez a két is. Nap? A két nap az külön-külön értendő, ja, tehát nem arról van szó, hogy 23-ától 30-áig, hanem két alkalom. Tehát 23-án és 30-án. Így van.
Így van. És kiket vártok? Mindenkit. Gyakorlatilag mindenkit. Hát annyi, hogy felnőtt társulat vagyunk, ami azt jelenti, hogy kimondottan gyerekcsapatunk, vagy gyerekekkel úgymond nem foglalkozunk, kicsit sajnálattal, de ezt kell mondanom. Tehát ezért egy ilyen alsó korhatárt megszabtunk, hogy 18 évtől kezdődik a korhatár, de felső korhatár nincs semmiképp. És Pál István Fesztivál. Én azt gondolom, hogy rövidesen itt van, beleborzongok minden évben. Én azt hiszem, hogy az amatőr színjátszásnak, és megint idézőjelbe tesszük az amatőr szín, nem is tudom, hogy valamilyen más szót kéne kitalálni jelzős szerkezetként most már, mert ez így nem jó, hiszen évről évre figyelemmel kísérjük, mi minden történik a Szabad Művelődés Házában, és azt mondom, hogy ez egy pazar történet. Hogy készültök erre? Milyen gondolatok fogalmazódnak meg benneteket? Hiszen ez Székesfehérváron legalábbis a színjátszók legnagyobb megmérettetése, és országszerte is mindenki figyel erre. Péter? Mindig azzal az örömmel és lelkesedéssel. Amikor összejön, mint például idén is, hogy új darabbal készülünk, akkor minden figyelmünk az új darabra összpontosul. És attól függetlenül, hogy ezt most egy fesztiválon adjuk elő, vagy egy külön bemutatón, ez nem játszik szerepet. Ugyanakkor nagy örömmel készülünk azért is, mert vannak társulatok, akikkel minden évben egyetlen egy alkalommal csak itt tudunk találkozni. És ezek mindig egy ilyen nagyon jó összejövetelek nekünk, amikor megnézhetjük egymást, beszélgethetünk, és tulajdonképpen úgy beszélgetünk, és úgy mulatunk, hogy nem veszük észre azt az egy évet, ami eltelt, pedig valóban tényleg vannak olyan társulatok, akikkel évente egyszer találkozunk. Ilyenkor jó szembesülni azzal, hogy hol tartanak a többiek? Mivel töltötték az elmúlt esztendőt? Természetesen. És tényleg ezek a fesztiválok, nem is csak a Pál István, hanem a többi is erről az oldaláról nem beszéltünk a fesztiválozásnak, de tényleg azon kívül, hogy megmutatjuk magunkat a szakmai zsűrinek, és jó esetben akár díjakat is nyerhetünk, amiről szó volt. Legalább ennyire fontosak a találkozások is, mert valóban az amatőr színjátszó szcéna, az egész országban egyfajta közösség, és vannak olyan barátaink, merem így mondani, hogy barátaink, akikkel tényleg csak évente egyszer-kétszer találkozunk ilyen fesztivál alkalmakkor, de mégiscsak egy baráti kapcsolat. Ami nos, hát én köszönöm, hogy megtiszteltetek. Én tettem egy ígéretet, az ígéret pedig szép szó. Ez nem volt más, mint hogy a következő előadásokat feldolgozzuk oly formában, hogy a televízió nézők is láthassák hosszabban, hogy milyen munka folyik a Prosperóban, és ez természetesen így is lesz. És hát a Pál István Fesztiválon pedig természetesen ott leszünk mi is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Mi köszönjük. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket. Ma a Prosperó színkör két illusztris tagjával beszélgettünk, Celler Péter és Micskó Zoltán volt a vendégem. A téma pedig megkezdődik a Prosperónál is az évad. Kísérjék figyelemmel, megéri. Viszontlátásra!